90%-kal esett vissza a forgalom ebben a szekszárdi látszerész üzletben. A cégvezetője azt mondja, kinyitni nincs értelme, leginkább ügyeleti rendben dolgoznak. Az üzlethelyiséget az önkormányzattól bérlik, de mivel nincs bevétel, nehezükre esne a bérleti díj megkeresése, ezért nekik hatalmas segítség, hogy az önkormányzattól 3 hónap fizetési moratóriumot kaptak. A moratórium nagyon jól jön, nagy segítség ez a kereskedők számára, így természetesen nekünk is. Reméljük, hogy a 3 hónap elteltével és a moratóriumot feloldva aztán egy megegyezéssel tovább tudunk jól működni. Arról, hogy az önkormányzat 3 hónapig nem tart igényt a tulajdonában levő ingatlanokban működő vállalkozások bérleti díjára, a város polgármestere döntött. Ács Rezső azt mondja, ezzel is segíteni akarja a cégeket, hogy könnyebben vészeljék át a koronavírus miatti forgalomkiesést. Nem csak az üzletek tulajdonképpen, hanem a taxis engedélyek, közszeret használni engedélyek esetében úgy döntöttem, hogy 2026-30-áig egyfajta moratórium lép életbe, annak megfelelően nem kell fizetni a bérleti díjakat, illetve a különböző engedélyeknek a díjait. Ez nem jelenti azt, hogy véglegesen nem engedjük, hanem azt mondjuk, hogy egy kis levegőt adunk a helyi vállalkozásoknak annak érdekében, hogy ki tudják termelni az egyéb költségeiket. A polgármester azt mondja, a moratórium júniusi feloldása előtt még megvizsgálják egyszer, hogy szükséges lesz a könnyítés meghosszabbítása újabb 90 napra. Hiszen az a célunk, hogy a helyi vállalkozókat segítsünk abban, hogy fönn tudjanak maradni, tudják az alkalmazottakat foglalkoztatni, helyez pedig az önkormányzatnak az a segítsége, hogy az üzleteknek a bérleti díját mondjuk elhalasztja, vagy éppen az önkormányzati munkáknál őket hozza a helyzetbe, úgyhogy ezen dolgozunk most a következő hetekben, úgy remélem, hogy ez találkozni fog a vállalkozók igényével. A mostani könnyítések több mint 20 szekszárdi kisvállalkozót és a városban dolgozó taxisokat érintik.